Szent misét követően Hegedűs János plébános úr megáldotta a megújult Szent László teret, amelynek központi helyén található a szentet ábrázoló szobor, valamint megtekinthető még Gábor Áron, valamint Szent Erzsébet szobra is. A Szent László tér felújítását a dombóvári székelykör kezdeményezte, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával, illetve a nemzetpolitikai felelős államtitkárság támogatásával. A tér felújítása, átalakítása során a Szent László szobor egy méltó helyen került elhelyezésre, és kialakításra került egy rövid kis sétány a Szent László park bejáratától. A korábbi években a Szent László szobor a székely kopjafa, illetve a felvidéki kopjafa közvetlen közelébe került elhelyezésre, picit elnyomva azt a részt, ezért tartottuk szükségesnek, hogy a Szent László szobor a tér közepére kerüljön egy jól látható helyre. Tehát itt, amikor bejön valaki a Szent László parkba, rögtön Szent Lászlóval találkozik szemben, majd azt követően tud behaladni. A park avatásán résztvevők az ünnepség végén közösen elénekelték a székely himnuszt.